Disznóvágással egybekötött kolbásztöltő versenyt rendeznek február 16-án szombaton Vásárosfaluban. Tompáni Balogh Mária szervező elmondta, a kolbásztöltő versenyre még lehet nevezni. Tavaly kezdtük el, hogy egy kolbásztöltő versenyt kezdeményezünk, és óriási sikere volt. Akik itt voltak, nagyon jól érezték magukat, már kezdetben is 13 csapatunk volt, most is már van 16 jelentkező csapat, 20-ig tudunk elmenni, mert addig az az a létszám, amit el tudunk helyezni a kerékpáros pihenő alatt, ez az ismerős a környékbelieknek is, és annyiból változik a hely, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor arra ponyvával fedett lesz a kerékpáros pihenő, ilyen legörgülőre húzható ponyva lesz a két oldalán, másik a másfél oldalán, kettő amúgy is zárt, tehát egy zárt helyen tudnak majd kolbászt tölteni a versenytől, így az időjárásnak nincsenek annyira kitéve, mert vannak már jelentkezők, akik kérdezik, hogy hogyan öltözzünk, ma nem mindegy, egy délelőtt kéne a szabadba tölteni, hogy mennyi, milyen rétegű ruhát vegyenek fel. Mi a menetrend? Tehát egyrészt, hogy gondolom, még lehet akkor jelentkezni a kolbásztöltő versenyre, még néhány csapatot. Hogy lehet megtenni? Igen, megadott telefonszámon, a felhíváson ott van a telefonszám, azon lehet megtenni, vagy személyesen itt nálam, vagy a falugondoknál, vagy a házi gondozónál mind a hárman fogadjuk a jelentkezéseket. Én bízom benne, hogy eddig tavaly is volt már környező településből csapatok, Mihályból és Beledből. Én bízom benne, hogy az idén Edvéről és Rába Kecelből is lesz csapat. A másik az, hogy eszközöket hozzanak azért, tehát amivel töltik a kolbászt. Persze, mindenki maga hozza a kolbásztöltőjét, igen, mindent. Tehát mi mondom, a kiírásban is ott van, hogy mi a húst adjuk, a belet, meg hát az asztalt, a bontó asztalt, amin töltenek. Sőt, még edényeket is hozzanak magukkal, mert hát annyi edény nem tudunk mindenki. Hát aki kolbászt töltenek, úgy is tudják, hogy mit kell hozni. A hús meg a bélen kívül mindent. Meddig érkezzenek meg a csapatok? Hát szeretnénk 9 körül, ha érkezik 9:30-ra már mindenki itt lenne, akkor elmondjuk a nevezési feltételeket, kiosszuk a csapattáblákat, a helyet mindenki nem osszuk ki a helyet, tehát aki előbb ér, az válogathat a helyekből, aki nem, az marad az a hely, ami rá marad, nem mindegy, hogy a terem szélén van, közepén, végén, hol melegebb van, hol hidegebb van, ez a lutri kérdése, ki hogyan érkezik. Tehát 9-től, de jöhetnek már reggel 7-re is a pörzsölésre is, de maga a verseny 10-kor kezdődik, és 9:30-kor indul a verseny ismertetése. Köszönöm. Én is köszönöm szépen.